Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az Ete elleni vereséggel kezdte az évet a Malsó Nyíregyháza. A Spari nyert a Nyírbátor elleni felkészülési mérkőzést. Portugália edzőtáborba utazik Hellebrand Máté. Mindkét hazai meccsén győzött a Sunshine Nyíkse csapata. A Vasvár jutott a Futszáliák Olimpia országos döntőjébe. Vasárnap rajtol a Nyírerdőkupa megyei kispályás focitorna. Vereséggel kezdte az évet a Malsó Nyíregyháza. Sitkő Ernő együttese az Alegerszeget fogadta, és a vendégek 81-71-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. Nagyon rosszul kezdte a mérkőző csapat, 20 pontos hátrányba kerültetek, viszont ritkaság számban menő módon 22 ponton nyertétek a második negyedet. Lehet azt mondani, hogy most kifejezetten nekünk jött rosszul a szünet? Nem tudom, hogy nekünk jött rosszul a szünet, még így is túl korán jöttünk vissza. Úgy veszem észre, hogy a csapatunk akkor játszik igazán minden erőt megmozgatva, hogyha hátrányban játszunk, komoly hátrányban. Akkor hirtelen minden erőt mozgósítunk és vissza tudtunk jönni. Lehet, hogy jobb lett volna a harmadik negyed végére érjük utol az Alegerszeget. Mi döntött mégis az Ete javára, hiszen a második fél időben is felzárkózott a csapat, úgyhogy minimális talán egy pont különbség volt, még a vezetést is átvettük, aztán a vége csak a vendégeknek sikerült jobban. Igen, sokkal fegyelmezettebbek voltak a második fél időben, és a második fél időben a mi támadó játékunk nem olyan volt, amit szerettem volna. Túlságosan sokat vállaltuk el a külső dobásokat, ahelyett, hogy erőltettük volna a palánk alatti játékot, illetve a betörésekkel is a gyűrűig mentünk volna. Ha ezt tesszük, akkor adtunk volna esélyt annak, hogy a játékvezetők esetleg faltot tudjanak fújni, és a falt problémába zavarjuk az ellenfél meghatározó játékosait, de nem ezt tettük, hanem kívülről ívelgettünk, és ezek nem találtak, sajnos. Továbbra is hiányzik a csapat a negyedik győzelme. Mi kell ahhoz, hogy megtörjön a jég, hiszen fogynak a fordulók, a bajnokság felé járunk, és szükség lenne a győzelmekre. Igen, mindenféleképpen az kellene, hogy a teljes mérkőzésben úgy kell küzdeni, mint ahogyan azt a második negyedben tettük. A második fél időt sajnos egy picit eltürelmetlenkedte a csapat, és úgy gondolta, hogy nem kell ugyanolyan elánnal dolgozni, mint ahogyan azt a második negyedben tettük. Meg kellett volna fordítani a találkozót, és akkor más végjáték alakulhatott volna ki. Meglehetősen érdekes mérkőzés látott a közönség. Az Ete szempontjából 20 pontos előny az első negyedben, aztán 22 pontos hátrány a másodikban, végül 10 ponton nyert a mérkőzés az Alegerszeg. Mi döntött a vendégcsapat javára? Ez nagyon érdekes meccs volt, mert igazából az első negyedben azt játszottuk, amire készültünk és amit megbeszéltünk. Szerintem a mi kontrollunk alatt játszott az egész első negyed, és nem csak azért, mert bedobtuk, hanem egyáltalán jól is védekeztünk, meg voltak a lepattanóink. Igazából semmi nem mutatott a második negyedbeli katasztrofális játékunkra. Főleg úgy, hogy készültünk is a letámadásra. Igazából nem tudtuk megoldani negyed közben ezt, hogy hiába volt időkérés, hogy azt a tudatos játékot nyújtsuk, amit egyébként aztán szerintem a második fél időben már mind a két negyedben nyújtottunk, hogy a labda felhozatala után viszonylag sokáig támadtunk, sokáig próbáltunk helyzetet kialakítani, sok lehetőség volt a fautokra, sokat védekeztettük a Nyíregyházát, és azért a végé, támadások vége felé azért hibázgattak, és ugye ezeket mi kihasználtuk. Nagyjából így volt a mérkőzés, de a második fél időben az is döntött, hogy a védőlepattanóinkat szinte mindegyiket megszereztük, nem szedtek támadó lepattanót, nem volt második esélye a Nyíregyházának, az első fél időben pedig 10, ami azért 10 új lehetőség. Tehát azért ettől függetlenül azt gondolom, hogy Nyíregyházát is dicséret illeti, hiszen mínusz 20-nál egyáltalán nem, hogy feladták volna, hanem fordítottak egy negyeden belül. Viszont a második fél időben szerintem a mi akaratunk szerint ment a meccs, abban a ritmusban játszottunk, ami nekünk jó volt ma. Egymás ellen lépett pályára az év első felkészülési meccsén a két megyebeli NB3-as futballcsapat. Az örökösföldi műfűves pályán a Nyíregyháza Spartacus 2-re legyőzte a Nyírbátort. Győzelemmel zárta az első felkészülési meccset az évben a csapat. Az eredmény sem mellékes, de azért ilyenkor inkább a mutatott játék a lényeg, mennyire volt elégedett a látottakkal. Valóban az eredmény soha nem lett mellékes. Maximálisan elégedett vagyok, hiszen egy jó meccset játszottunk, egy jó ellenfél ellen. Az más kérdés, hogy rengeteg kijavítandó dolog van még, de összességében szerintem a jó munkát végeztünk. Új játékosok még nem nagyon voltak a csapatban, mikor a várhatók érkezők? Várhatóak, nem lesz túl nagy fluktuáció, de két-három emberre mindenképpen számítok. Az látszott már, hogy volt két játékos a kapuban, aki talán ismeretlen számunk a Nyíregyházi közönség számára.
A Kurusz Péter személye szerintem a jövő, hiszen egy nagyon-nagyon tehetséges srácról van szó, aki az elmúlt időszakban sajnos egy nehezebb periódusban volt, hiszen volt két térdműtétje. Hál' Istennek, hogy néz ki a térde, az jó, és öcsire ugyan számítunk maximálisan a továbbiakban is, de talán ő már a pályán, a Péter, az talán már a jövő. Várat még játékosok, a Cécsi Márkkal a klub megállapodott, ő hétfőtől teljes mennyiségű velünk fog készülni, illetve még két minőségi embert szeretek mindenképpen a védelembe, illetve a támadó szekcióba is igazolni. Hogyan néz ki majd a felkészülés második hete? Munkával, edzésekkel, egészen pontosan 7 edzéssel és edzőmérkőzéssel. Most már az elsőt inkább ilyen óvatosabb volt, most már keményebb lesz a munka, de igazából ez az időszak erről szól, meg kell a srácoknak szenvedni azért, hogy tavasszal jó röve legyenek. Az őszi szezon utolsó meccsén játékos edzőként Ambrusz Árpád irányította a nyírbátori csapatot, aztán eldőlt, hogy ő lesz a végleges megoldás, miért született ez a döntés? Megvoltak a különböző kritériumok, hogy milyen edzőt szerettünk volna, mindenképpen megyebelit, aki ambiciózus, és a jelöltekkel nem sikerült megegyezni, és egy másik dolog az, hogy az Ambrusz Árpád személyével maximálisan elégedettek voltunk, így született az a döntés, hogy a továbbiakban is ő irányítja a csapatunkat. A szakmai stáb annyival egészül ki, hogy egy erőléti edző is került a csapathoz, tehát ő segíti a munkáját, és ketten fogják irányítani tavaszi szezonban a csapatot. Milyen változások voltak, és milyen változások várhatóak még a játékos keretben? Még egy hete kezdtük el a felkészülést, és a téli szünetben nem könnyű igazolni, hiszen mindenkinek szerződése van. Ennek ellenére mindenképpen célunk az, hogy kellőképpen megerősítsük a csapatot. Mindenképpen és minden áron bent szeretnénk maradni ebbe az osztályba. Vannak távozóink, Ráti Gergő és Pál Völgyi Balázs, és vannak érkezőink Lakatos László és Vámos Márk személyébe. Ezen kívül még szeretnénk 3-4 olyan embert igazolni, akik egyértelműen erősítést jelentenek a csapatunknak. Milyenek voltak a benyomások az első edzőmeccsen a Spari ellen? Messze menő következtetéseket nem lehet levonni, ugye 5 kemény erőnléti edzésen van túl a csapat. Voltak biztató jelek, de természetesen még ebből semmilyen következtetés nem vonunk le. Hogy néz ki a felkészülés programja a továbbiakban? Heti 5 edzéssel készülünk a jövő héten. A jövő héten nem lesz edzőmérkőzés, majd utána a szerda szombaton edzőmérkőzések, és a többi napokon pedig edzések lesznek. Tatai edzőtáborozással kezdte az évet Helebrant Máté, aki január közepétől Portugáliában folytatja a felkészülést. A 20 kilométeren már biztos olimpiai résztvevő gyalogló 50 kilométeren is megpróbálja teljesíteni a kiküldetési szintet. Új év, még pedig olimpiai év kezdődött, de mielőtt 2016-ról beszélnénk, beszéljünk egy pár szót 2015-ről, hová helyezed ezt az esztendőt a pályafutásodban? Nagyon sikeres esztendőnek gondolom. Ugye két fő célunk is volt, az egyik az olimpiai kvalifikációs szint teljesítése, ez sikerült is rögtön az első versenyen, illetve az idei főversenyem, az Univerzálén való jó szereplés, ott egy negyedik helyet sikerült elérnem, aminek szintén nagyon örülök. Milyen volt az univerziádi körítés, hiszen voltál már több világverseny, az azért mégis egy picit más, hiszen az egyetemisták főiskolások világjátéka. Hasonló a rendes nagy olimpiához, ez szokták úgy mondani, hogy egy mini olimpia, tényleg, mert minden sportág képviselteti magát, és tényleg egy olimpiai faluban is voltunk, a hangulat is, a szervezés is teljesen olyan volt, mint egy olimpián, és ennek megfelelően nagyon jól éreztem magam. Hát láthatok-e sérülések 2015-ben, vagy rendben volt minden a felkészülés során? A 2015-ös szezonban szerencsére elkerültek sérülések, viszont most a 2015. év végén, már a 2016-os évre készülve, most közben jött egy sérülés, méghozzá egy teljes hónapot kellett emiatt kihagynom, de hál' Istennek azon már túl vagyok, és azóta 100%-os formában készülök. Az elmúlt év végén karácsony előtt edzőtáboroztatok Tatán, és ha minden igaz, akkor ez az esztendő is edzőtáborra, sőt edzőtáborokkal indul. Szinte az egész január edzőtáborban fogom tölteni. Január 18-án fogunk indulni Portugáliában, ott is 2 hetet fogunk eltölteni. A 2016-os év ugye az olimpia éve, és a minden igaz, 50 kilométeren is megcélzod a részvétel. Olyan szerencsés helyzet vagyok, hogy 20 kilométeren már biztos induló vagyok az olimpián, és emiatt vagyunk olyan bátrak, hogy megpróbálnánk 50 kilométeren is teljesíteni a szintet. Ha ez sikerül, akkor
akkor még gondolkodnánk az edzőmmel, Pokranszki Józseffel, hogy most a 20 vagy az 50 kilométert választjuk az olimpián. A kettőt egyszerre nem merjük bevállalni, mert mindössze csak egy hét van az olimpián, akár a két szám között. Viszont hogyha ez a márciusi verseny, ahol 50 kilométert fogok versenyezni, ha ez annyira jól sikerül, akkor elgondolkodunk, hogy melyik szám érné meg jobban. Mi a különbség a két táv között, már persze a 30 kilométer pluszon kívül? Teljesen más felkészülést igényel. A 20 km bármilyen meglepő is, az nagyon gyors szám. Ott semmi taktikát nem kell alkalmazni igazából, az elejétől a végig nyomni kell, ahol ami a csövön kifér. 50 km-en viszont már előtérbe helyeződik a taktika, és sokkal lassabb versenyszámnak minősül a 20 km-hez képest. Hány versenyen állsz rajta az előre láthatólag az olimpiáig? Szinte minden hónapban fogok versenyezni, viszont minden attól függ, hogy hogy tudok felkészülni most az alapozáskor, és igazából még az edzőmmel ezeket mind nem nagyon beszéltük meg. Mindkét hazai meccsét megnyerte a férfi kosárlabda NB2-ben a Sunshine Nyíkse. Kovács Tibor tanítványai a Miskolc ellen 13, a Debrecen második csapat ellen pedig 8 ponttal győztek. Mind a két mérkőzés nehéz, most nagyon meg kellett küzdeni. Két ellentétes stílusú csapattal találkoztunk szembe. Jól reagáltuk rá, mint hogy az eredmény is mutatja, nagyon nem volt könnyű, de szerencsére sikerrel vettük az akadályt. Ugye a csapat nemrég kezdte a bajnokságot, gondolom azért mérkőzésről mérkőzése fejlődik, csiszolódik a játék, lehetett látni ezen a két meccsen? Igen, a mai mérkőzés jobban esett őszintén mondom, mint a tegnapi Miskolc elleni győzelem, mert egy kicsit rutinosabban, kicsit ritmusosabban játszottunk védekezésben is, támadásban is, de hát remélhetőleg minél hamarabb összecsiszolódunk, hogy azt az alapvető célt, hogy legyen tartása a csapatnak, legyen kosabbra formátum a pályán, ne csak az, hogy most összejöttek fiatalabbak és rutinosabb játékosok, hanem ezt a két egyveleget megfelelően próbáljuk elegyíteni, és ez úgy tűnik, hogy már többé-kevésbé sikerül is. Meglehetősen sűrű időszak előtt áll a csapat. Mikor és hol lesznek a következő meccsek? Elég sűrű program lesz, még van 20 mérkőzésünk az alapszakaszból, illetve pontosabban most már csak 18. Van kérdőjel, még 5 mérkőzésünknek az időpontja nem tisztázott. Ez a jövő hét szabad egyelőre, remélhetőleg oda is tudunk időpontot találni, illetve a meg nem beszélt időpontokat oda be tudjuk tenni, legalább egy mérkőzést. Közben még diákolimpián vesznek részt a játékosaink, úgyhogy elég sűrű lesz. Ha nem változik semmi, akkor január 18-án egy hétközi napon idegenben játszunk Debrecenben. A többi csapathoz képest egy kicsit később decemberben kezdte a bajnokságot a Sunshine Nyíkse, túl vagytok 4 meccsen, 3 győzelem, 1 vereség a mérleg. Hogy néz ki, milyen lesz ez a társaság? Kicsit handicappel indultuk a bajnokságban, ugyanis hogy később kezdtük, ezért valószínűleg a januárunk és a februárunk eléggé sűrű lesz. Azonban le a kalappal a csapat teljesítménye előtt, hogy eddig tudtunk nyerni 3 meccset, és csak Szolnokon a nyitófordulóba kaptunk ki, ahol azt mondom, hogy nem szégyen, mert a Szolnok már együtt játszik évek óta, és sokkal, hát hogy mondjam, előrébb tartottak, sokkal több edzéssel a hátuk mögött. Viszont a többi 3 mérkőzésen mi is megmutattuk, hogy igen fejlődőképes csapat vagyunk, és jó munkával egy kimondottan jó eredményt ért el ez a csapat ebbe a bajnokságba. Vannak a csapatban rutinosabb játékosok, bár a korodnál fogva nem is, de kosaras mutatott és közéig tartozó vannak fiatalok. Milyen a kémia két korosztály között? Igen, számomra is újdonság ez, hogy tulajdonképpen most az első csapatom, amiben úgymond rutinosabb játékosnak számítok, azonban nagyon jó összhang, és nagyon az összhang a játékosok között, illetve a mester is mindent megtesz azért, hogy összecsiszolódjunk játékban is, taktikában is, fejben is, és úgy gondolom, hogy ez kifizetődő lesz a jövőben. NB2 szinte mi az, ami motiváció lehet egy játékos számára? Véleményem szerint a fiatal játékosoknak mindenféleképpen az, hogy fejlődni, és hogy felnőtt mezőnyben is fizikálisan fel tudják venni a versenyt, és itt le tudják szűrni, hogy a későbbi pályafutásuk során mi várhat esetleg rájuk. Te korosztályos szinten olyan csapatban játszottál, mert az országban a legjobbak között volt, játszottál a Malcsony, tehát a felnőtt csapatában is, vannak esetleg még komolyabb terveid kosárlabdával. Első, most jelen pillanatban a tanulás, először szeretném megcsinálni a testnevelési egyetemet, aztán utána, hát meglátjuk, de semmiféleképpen sem szeretném abba hagyni a játékot. Aztán, hogyha lehetőségem nyílik rá, esetleg akkor újra megpróbálnám esetleg magasabb szinten is játszani ezt a játékot. Nem jutott be a fiú kézilabda diákolimpia országos döntőjébe a Nyíregyházi Zrínyi együttese. Baltadénes tanítványai az országos elődöntőben 26-20-as vereséget szenvedtek Mezőkövetgy ellenfelüktől.
A mi fiataljaink tényleg fiatalok, 2 éve fiatalabbak a nálunk, ugye többségében 98-osok játszanak, az ellenfélnek többségében 96-osok, és egy másfajta bajnokságban dolgoznak, hiszen egy NB1-es csapatnak a NB1 ifjében játszik, és millió ilyen meccset játszik egy évben, találkozik olyan ellenfelekkel, ahol ezt a küzdelmet, ezt a sebességet kell végrehajtani. Én azért nagyon szorítok, hogy Nyíregyháza kerüljön fel az NB1-be, hiszen a mi tehetséges gyerekeinknek is kellene ez a közeg, ahol sok ilyen mérkőzést játszanak, megszokják az ütközéseket, megszokják a gyorsaságot, megszokják a labdabiztonságot ebben a gyors játékban, és én csak gratulálni tudok nekik, mert mindent megtettek, csak éppen nem tudtak ebben a sebességben még játszani, mint ahogy az ellenfél játszott. Én úgy gondolom, hogy ez egy színvonalas mérkőzés volt, úgy gondolom, hogy a Vácot, hogy meg tudtuk verni, az is egy NB1-es csapatnak az utánpótlás csapata, az egy örömteli dolog, de hát most meg kellett hajolnunk a nagyobb tudás előtt. Ez azt jelenti, hogy jövőre ezek a srácok újra harcba indulhatnak majd az országos döntőért? Persze, teljesen együtt marad a társaság, lényegében egyetlen egy kapusunk végez. Ez az a csapat, aki tavaly az országos döntőn itt a döntőben volt. Én úgy gondolom, hogy jövőre azért egy év, egy ilyen ebben a korban óriási sokat jelent, erőben, rutinban, csak mindenféleképpen nagy segítség lenne, hogyha följebb tudnánk lépni a felnőtt csapattal, és azáltal az ifi is egy sokkal erősebb közegbe tudná kipróbálni magát. Balta Dénes az ennyi mellett az egyik korosztályos magyar válogatottnál is dolgozik, az elmúlt év végén volt egy külföldi túrájuk, hogyan szerepelt a csapat? Nagyon jól szerepelt, hisz Romániában játszottunk 3 mérkőzést, a románok azok mindig oda tartoznak az élvonalhoz. Egy nagyon fizikálisan erős csapattal találkoztunk, a mieink taktikailag többek voltak, és az első mérkőzést 12 góllal megnyertük. A második mérkőzés egy másik városba, Vajdahunyadon játszottuk, ott már nehezebben tudtunk megbirkózni a fizikai előnnyel, hisz a románok fel tudtak vonultatni 195 centi fölötti 5 játékos belül, és taktikailag egy kicsit ők is rákészültek a magyarokra, ott 2 góllal nyertük, és az utolsó mérkőzés pedig szintén 1 góllal megnyertük. Csapat küzdőszellemben nagyon nagyot mutatott, de úgy gondolom, hogy a 96-os garnitúrához képest, akit kiválasztottunk annak idején Vágó Attilával, mi sem rendelkezünk ebbe a korosztályba olyan magas emberekkel, és hát most játékban, taktikában, ügyességben, gyorsaságban kell fölvenni a versenyt a nagyobb fizikai erővel. Volt a nyíregyházi játékos a csapatban? Most pillanatilag nem, de a válogatott kerethez most ismét próbálunk ki embereket, hisz ebben a korban nagyon sokat változnak a gyerekek, és most Nyíregyházáról egy játékost behívunk a válogatotthoz, akinek a magassága 198 centi, hozzá tud erősödni, akkor egy komoly reménysége lehet a magyar kézilabdának is. Nevét azért mindenképpen vicsük meg, és azt is, hogy pontosan milyen születésű, milyen évjárat ez a korosztály. Ez a korosztály a 2000-es korosztály, és Varor Vincének hívják. Magyar csapat egyelőre még nincs itt a Riói olimpián, hamarosan kezdődik a férfi kézilabda Európa bajnokság, ahol a válogatott tett egy lépést az olimpiai részvétel kiharcolása felé. Milyen esélyt lát erre? Én nagyon nagy bátorságnak tartom ezeket a változtatásokat a válogatottnál, hisz az és Feri folyamatosan jól játszik a Veszprémben, védekezésben és támadásban. Sajnálom, hogy egy Hajsányi Gergely, aki nemzetközi rutinnal is rendelkezik és kimarad a csapatból, és igaziból az irányító poszton is én úgy gondolom, hogy a változtatás nem volt indokolt, hisz ezek a fiatal játékosok, akiket most a válogatott közelébe, kezdő közelébe kerültek, azért nem rendelkeznek olyan rutinnal, mint akik kimaradtak, és még azok sem öregek. De hát a magyar válogatottnak legyen ez egy sikeres húzás, csak én egy picit ezt túlzottnak tartom. Az év első hétvégén már is egy országos diákolimpiai elődöntőnek adott otthont Nyíregyháza, az azt jelenti, hogy tartalmas, mozgalmas esztendő előtt áll a megye diák sportja. Igen, igen, nagyon bízunk benne, hogy a tavalyi esztendőt legalább sikerül megismételnünk, azt hiszem, hogy nincs sikerekben, mint pedig rendezvényekben, és valóban ez az év úgy tűnik, hogy jól kezdődik rendezvény szempontjából, sajnos egy kicsit keserű szájízzel megyünk majd el, mert az Rínynek a csapata ugye második lett, így nem tudja képviselni majd az országos döntőbe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, de ettől függetlenül nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon jó volt látni ezt a kis csapatot, amely egyébként fiatalabb játékosokból állt, mint az ellenfél gárdája kicsit. Ez látszódott is talán a teljesítményen, de én bízom benne, hogyha ők együtt maradnak, akkor nagyon komoly sikereket tudnak még majd elérni, és ezáltal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is nagyon komolyan viszik majd a hírnevét itt az elkövetkezendő években.
a megyei sporti szabadú egyesület tervei között szerepel egy olyan diákolimpiai döntő megrendezése, ahol futballban, kosárlabdában, kézlabdában, röplabdában egyszerre egy helyszínen léphetnek pályára a 3.-4. korcsoportos csapatok. Hogyan áll a szervezése, vagy hogyan áll a pályázata ennek a rendezvénynek? Igen, ezt mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Reméljük, hogy ez a közeljövőben sikerül is. Elképzelhető, hogy nem a 2016-os évnek az eseménye lesz ez, hanem majd a 2017-es évé, de mindenképpen szeretnénk, hogyha ez megvalósul, és ennek érdekében természetesen meg is tettük már azokat a lépéseket, amelyeket meg kell. Úgyhogy rajta vagyunk az ügyön, hogy így fogalmazzak. Most ezen túl természetesen nagyon szeretnénk, hogy ebben az évben nagyon jó pár országos elődöntő megrendezése itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán kerüljön majd sorra, és emellett természetesen koncentrálunk azokra a már megrendezésre kerülő rendezvényeinkre, például nem sokára január végén Luszánsban lesz majd Nyírbátorban egy nagyon komoly diákolimpiai rendezvényünk, illetve jövő héten például futszalba, ugyanitt a Bencs iskolába, úgyhogy igencsak mozgalmasan indult az év, ahogy említette, és mozgalmasan is folytatódik, hál' Istennek. Bejutott az 5.-6. korcsoportos futszál diákolimpiai országos döntőjében a Nyíregyházi Vasvár Gimnázium csapata. Pók István tanítványai a megyei döntőben a kisvárdai Besenyeit győzték le 3-2-re. Eléggé kiegyensúlyozott mezőnynek sikerült az élén végezni. A csoportmeccsek során is voltak ügyes csapatok, ott egy hónappal ezelőtt ott, de azért sikerült magabiztosan tovább jutnunk. Most a döntőbe pedig ugye 2-3-as csoport volt, ez volt a lebonyolítás rendje. Mi a Bakta Loránd házával kezdtünk, egy nagyon nehéz mérkőzés volt, mert az első meccs volt, még egy kicsit álmosak voltak a fiúk, ugye korán reggel volt ez a most ez az első mérkőzés. De nyertünk, utána a Fehérgyarmattal játszottunk, őket sikerült már könnyebben megverni, legyőzni. A döntőbe a kisvárdai Besenyei gimnáziummal csapatával játszottunk. Hát minden évben találkozunk, majdnem minden évben döntőt játszunk egymással, úgyhogy jól ismerjük őket, ők is minket. Megint egy nagyon nagy meccset játszottunk. Talán nekünk volt több szerencsénk, vagy jobban koncentráltunk, vagy talán pihentebbek voltunk a sorsolásnak köszönhetően. A lényeg az, hogy megnyertük a mérkőzést 3-2-re. Ugye gondolom, klasszikus futszáljátékosok alkotják a csapatot. Hol játszanak ezek a srácok? Valóban nem futszáljátékosok, és ez már előre is vetíti az évről évre felmerülő problémát, hogy az országos döntőn bizony jó néhány csapat futszálosokból áll, tehát nem lesz könnyű dolgunk most se. Visszatérve az eredeti kérdésre, szerencsénkre van két olyan játékosunk, akik már felnőtt megyei első osztályban játszanak, ami fontos, mert a felnőttek között sokkal gyorsabban megérnek, erősebbek lesznek, agresszívabbak a játékban. Tehát van egy tiszakanyári játékos, stabil játékosunk, Mátrai Norbi, illetve Ibrányban van egy fiú, Petis Gyuri, aki tehát ott játszik Ibrányban, a felnőtt csapat keretében van. Van egy, összesen egy darab nyírsulis játékosunk, ő viszont egy nagyon ügyes fiú, Kovács Erik személyében. Rajta kívül van két nagyhalászi játékosunk, van tehát akkor már végigmegyek, tehát Kormány Zoli és Ferenci Zoli, van egy Mária Pócsi, Gyarmati Sanyi személyében, van egy Bereg Daróczon játszó fiú, Kosztel Dávid személyében, van egy fiú, aki nyírsulitól most megy talán vissza Újfehértől, nem tudom pontosan, Veres Dávid személyében, van egy Ibrányi fiunk, kapuba Tóth Roland személyében, és van egy játékvezetőnk, aki egyre nehezebb mérkőzéseket kap, és játékvezetőként bizony nagy reményeket táplálunk az ő szereplésével kapcsolatban. Régen védett valamikor még a nyírsuliba, Takács Ákos személyében. Mikor és hol lesz az országos döntő, és az előbb elmondottak tükrében milyen reményekkel utazik majd a vasvári? Az országos döntő Békés Csabán lesz. Általában Dunántúli hegemónia van, ők is rendezik általában az országos döntőt. Örülünk, hogy most nem kell annyit utazni egyszer. Másrészt, ahogy elmondtam, jó néhány csapat van, aki futszálozik, épp ezért nem könnyű. Szinte majdnem minden csapat kiemelt bajnokságba játszik, ha nem is futszálozik. Tehát nagyon erős a mezőny. Ettől függetlenül, mivel ezek a csapatok a felkészülés közepén járnak, olyankor is eléggé merevek az izmok, én azt mondom, hogy van lehetőség. Ha egy kicsit szerencsésen húzunk a csoportbeosztásnál, akkor látok esélyt arra, hogy bejussunk a legjobb 8-ra, hiszen ott 20 csapat fog indulni. Régen volt már rá példa, nem is tudom már, hogy 8-10 éve, amikor legutoljára az legjobb 8-ba jutottunk, úgyhogy nagyon várom már, hogy újra bekerüljünk a legjobb 8-ba. Elnök úrnak meglehetősen erős kötődése van a futballhoz. Lehet így kérdés szakszemmel, milyennek látta ezt a mostani futszálhatos megyei döntőt? Nagyon színvonalas volt, és valóban örömteli eljönni egy-egy ilyen rendezvényre, és látni ilyen színvonalú mérkőzéseket, hiszen valóban fiatal srácokról van szó, és jó látni azt, hogy mennyire
mennyire a szívükön viselik ezt a meccset, mennyire tudnak közösségben dolgozni, együtt mozogni a pályán, és mennyire tudnak örülni egy-egy eredménynek. És örülök annak is, hogy vannak valóban olyan játékosok, akik kiemelkednek ebből a mezőnyből, és bízom benne, hogy őket láthatjuk majd a későbbiekben, utánpótlás szint után majd a felnőttek között is vitézkedni, és bízunk benne, hogy tovább öregbítik majd a megye hírnevét, úgy, ahogy most a Vasvárinak a győztes csapata, amely már nem először nyert diákolimpiai megyei döntőt és képviseli a megyét az országos döntőbe. Bízunk benne, hogy most valóban egy olyan eredményt tudnak majd elérni, amelyre méltán lehetünk büszkék mi is. Alig kezdődött az év, már jó néhány rendezvény szervez a Megyei Diáksport és Szabadúj Egyesület. Kérdés, hogy mikortól láthatjuk majd az Egyesület új logóját, új címerét? Igen, valóban volt tavalyi évben egy pályázati kiírásunk, logót szerettünk volna mindenképpen, amelyel egy kicsit meg tudjuk különböztetni a Megyei Diáksport Egyesületet, és ki tudjuk egy kicsit emelni a diáksport versenyeket, és ezáltal a logó által is kicsit könnyebben megkülönböztethetővé tudjuk tenni. Erre a logópályázatra érkezett jó pár alkotás, de úgy döntött végül is a szakmai grémium, hogy újra kiírjuk a pályázatot, és bízunk benne, hogy még többen fognak majd jelentkezni, úgyhogy nyugodtan lehet nézni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület honlapján, vagy a Facebook oldalát, mert nem sokára megjelenik a logópályázat, és bízunk benne, hogy jönnek majd a tervek. Vasárnap a megye hadsportcsarnokában 38 csapat részvételével elkezdődik a Nyírerdő Kupa kispályás labdarúgó felkészülési torna. Az MLS megyei igazgatóság által szervezett rendezvény döntőjének január 31-én a Filófozi csarnok ad majd otthont. 36 csapat jelentkezését vártuk előzetesen. Örömmel mondhatom azt, hogy a jelentkezési határidőig 38 csapat adta be a jelentkezését, és természetesen úgy döntöttük, hogy két helyszínen akkor nem 6, hanem 7 csapat fog majd versenyezni. Ez a két hétfős csoport Gyulaháza, illetve Csenger, a másik 4 helyszínen pedig 6 csapat fog majd körmérkőzéses mérkőzést játszani. Mind a 6 helyszínen, ugye a selejtezőknél 6 helyszínen reggel 8 órakor kezdődnek a találkozók, és valamivel 17 óra előtt érnek véget, tehát nyugodtan mondhatom, hogy reggeltől estig fog pattogni a labda. Milyen osztályú csapatok vesznek részt a tornán, és van-e valamilyen megkötés a felkészülési időszakban? Azaz szerepelte próbajátékos, játszhat-e olyan játékos, akinek nincs jól igazolása? Elsősorban megyei második és harmadosztályú csapatok jelentkeznek, ahogy ez az évek óta szokott lenni hagyomány, hiszen a megyei egyes csapatok elsősorban azért a műfüves nagypályás tornánkra neveztek be, hiszen ők azért úgy veszik már a felkészülést, hamarabb elkezdték, nekik ez még nem esik bele, míg a megye másod harmadosztályú csapatok még most kezdték el ezen a héten, vagy most fogják elkezdeni a téli felkészülést, és nekik ez tökéletesen beleillik a téli felkészülésükbe, hogy pont itt január közepén lesz egy ilyen teremtorna, ez egy nagyon jó csapat összehanguló. Természetesen van versenykiírásunk, a versenykiírásban pedig szerepel az, hogy csak és kizárólag olyan labdarúgó szerepelhet a csapatokba, aki az adott egyesület játékosa érvényes versenyengedéllyel rendelkezik és érvényes sportorvosival, tehát a kérdésedre válaszolva próbajátékos szerepeltetésére, illetve olyan játékos szerepeltetésére, akinek nincs igazolása, nincs lehetősége a csapatoknak. A vasárnapi az első játéknap. Hogyan néz ki a folytatás? A folytatás szintén a hagyományoknak megfelelő, hiszen nyugodtan mondhatom azt, hogy hosszú évek óta remekül bevált ez a lebonyolítási rend, hogy a 36 csapatból a következő körre, a középkörre maradt 24 csapat. Ez azt jelenti, hogy január 17-i selejtezőkből minden helyszínről az első 4 helyezett csapat fog továbbjutni, és január 24-én már 4 helyszínen 24 csapat fog majd mérkőzni, és ebből a 4 helyszínen az első 2 csapat fog majd bejutni a január 31-i nyíregyházi 8-as döntőbe, tehát most a selejtezőkből az első 4 csapat jut tovább a középdöntőkbe. Mi lesz majd a fináli helyszíne? A fináló helyszíne az elmúlt 2 évben tökéletesen bevált a Filófoci csarnok Nyíregyházán. Műfőes játékterem fognak majd játszani a csapatok. Azt hiszem, hogy minden körülmény adott ott a szurkolóknak is. Ugye van lelátó, tehát szépen lehet helyet foglalni szurkolni a csapatoknak. A csapatok részére pedig van lehetőség kicsit bemelegíteni, illetve azért az izületeknek egy picit kellemesebb a műfőes pálya. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!